Időpontra érkeztek a gumiszervizbe az autótulajdonosok. A szervizek előjegyzési naptárai tele vannak, bár már november van és várható volt az időjárás változás, a hőmérséklet csökkenése, sokan mégis az utolsó pillanatig várakoznak a gumik cseréjével, pedig az abroncscsere az egyik, hanem a legfontosabb része az autónk téli felkészítésének. Nagyon indok volt most már a gumiabroncsok cseréje. A héten egyébként a hajnali minuszok és ilyen 0 fok körüli hőmérsékletek miatt egyfolytában izzanak a telefonvonalak. Szinte alig győzzük felvenni. Hál' Istennek az emberek azért tudatosak ilyen téren, hogy inkább a biztonságra törekednek, mint hogy balesetet okozzanak a nyári gumiabroncsokkal. Mindenképp célszerű a téli gumiabroncsot használni, ugye ez lamellás szerkezetű, puhább gumifelülettel, futófelülettel rendelkeznek, ami ilyenkor a nedves és a hideg időjáráshoz jobban igazodik. Sokan használnak 4 évszakos abroncsot, megspórolják a gumivásárlás és csere költségét. A szakemberek abban az esetben ajánlják, ha az autót kisebb távolságokra vagy városi körülmények között használják. Fontos, hogy a gumik cseréjénél minden tengelyre azonos típusú és mintázatú gumi kerüljön, és ne kombináljuk a téli gumit a nyárival. Figyelni kell a kopás minőségére is. A hatósági előírások szerint a profilmélységnek minimálisan 1,6 mm-nek kell lenni. Ennél kopottabb gumival közlekedni életveszélyes. A biztonságos érték a téli gumiknál 4 mm. Ez körülbelül 4-5 éve van rajta ez a szimbólum, de viszont nem volt kötelezően. Cserép Ferenc azt mutatja, hogy a gumik vásárlásánál vagy cseréjénél különösen figyelni kell azoknak az autótulajdonosoknak, akik külföldre utaznak. November 1-től Ausztriában életbe lépett a téli gumi kötelező használatáról szóló szabály. Csak a megfelelő jelzéssel ellátott abroncsal lehet az utakon közlekedni, az ellenőrzés pedig gyakori. Sajnos igen, hallom, hogy elég komoly büntetési tételek vannak, úgy hallani, hogy akár 10.000 eurót is fizettetnek, és január 1-től új előírások vannak Ausztriában és Németországban is, ami azt jelenti, hogy az M plusz S jelölés nem elegendő a gumiabroncs oldalfalán, hanem egy hópia és hegy szimbólumnak kell az abroncs oldalfalán lenni. Nem vitás, ha nincs megfelelő gumi az autónkon, komoly veszélybe sodorhatjuk magunkat és a közlekedésben résztvevőket. Kopott gumival nő a féktávolság és az autó stabilitása sem lesz megfelelő. Minden autósnak szem előtt kell tartani, hogy a balesetek száma jelentősen csökkenhet, ha az évszaknak megfelelő, jó minőségi gumikkal veszünk részt a közlekedésben.